Nagyon sokszor szeretettel köszöntöm Önöket. Jó napot kívánok, Hertlen Károly vagyok, a Műegyetem mesteroktatója a Fizika Intézetből. És hát egy olyan előadáson fogunk közösen részt venni, amelyik a fizika megszerettetésével, a fizika ismeretek elmélyítésével fog foglalkozni. Ez a kitűzött célunk. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Fizika Intézetben 2005-ben volt először kutatók éjszakája. Az egyszerűség kedvéért én kinyomtattam ezt a plakátot, amit 2005-ben lehetett elérni. Hogy egyszerűbb legyen kamerának megmutatni, hoztam ragasztót, ide kiragasztjuk. Annyit szeretnék elmondani, hogy 2005-ben volt először Magyarországon kutatók éjszakája, és 2005-ben egyetlen egy helyszín volt, ez pedig a Budapesti Műszaki Egyetem Fizika Intézete. A Mindentudás Egyetemével és a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal közösen találtuk ki ezt a rendezvényt. És hát nem tudom, hogy hová, jó, úgy akarok állni, hogy ne takarjam ki a kamerát, vagy a plakátot. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Puskás Tivadar Távközlési Technikumnak az akkor igazgatójával, Horváth László tanárúrral, igazgatóral jöttünk haza Sopronból, én vezettem, így hát nem nagyon volt esély, hogy elmeneküljön az én beszédem elől, vagy a szövegem elől, és akkor megbeszéltük, hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt. Abban az évben egy helyszín volt, amennyire tudom, mert Covid előtt volt 2000 fölött is a helyszínek száma itt Magyarországon, úgyhogy igazából ez az a dolog, amire mondhatom, hogy leginkább büszke vagyok a dolgaim közül, hogy a kutatók éjszakáját itt Magyarországon elindítottuk. Végignéztem a kutatók éjszakájának az akkori előadását, ez azt is jelenti, hogy önök is végig tudják nézni. A videotorium.hu oldalon meg lehet találni. A Videotorium az a Nemzeti Informatika és Infrastruktúra Fejlesztőnek a honlapja, ahol tudományos tartalmakat lehet találni. Igazából az az egyik legnagyobb előnye a Videotoriumnak, mondjuk a többi ilyen videóközösségi megosztó mentén, hogy ezek ellenőrzött tartalmak, ez azt is jelenti, hogy tudománytalan anyag egész biztosan ott nincs. Tehát ezért mindenképpen tudom ajánlani a Videotoriumot, és akkor most pedig fizika kísérletek fognak jönni. Mi úgy játszottuk be ezeket a dolgokat, hogy most még én bekapcsolom a lámpákat, csak azért, hogy a kamerák is jól lássanak, és ha minden igaz, akkor a kép és a hang itt az jól fog működni egymás mellett. A kísérletek között kikészítettem egy jó pár kísérletet, sokkal többet annál, amit be lehet mutatni. Én arra gondoltam, hogy amennyire lehet, majd megpróbálom azt, hogy ugye vannak covidos előírások, és a covidos előírások mentén én először arra gondoltam, hogy nem hívok ki magamhoz kísérletezni senkit, és ezt azt hiszem tartani is fogom. Tehát azokat a kísérleti eszközöket valószínű, amelyhez ember kell kiszólítani, azokat ki fogjuk hagyni, illetve még az is lehet, hogy a két közvetítő kollégát fogom megkérdezni. Ott hátul Sarkadi Tamás tanár úr van, aki az intézetnek az egyik oktatója, itt elő pedig a fiam van, aki, hát őt nem is akarok róla semmi könsebbet mondani, tehát ő elég jól ismer engem, az aztán erről ennyit. No, tehát akkor én azt gondoltam, hogy elsőként egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami az elektromos árammal fog foglalkozni, az elektromos áramnak a hőhatásával, és akkor nézzük az eszközöket. Tehát kell hozzá, a főszereplő ez a szög lesz, ezt a szöget szeretném én majd most megolvasztani. Az olvasztáshoz először is kell egy olyan alap, ami kibírja ezt a nagy hőmérsékletet. Ez egy járólap, és egy általam, hát egy félig általam készített eszköz, hogy az elejét elkezdték az iparban, és egy indukciós főzőlap, indukciós, rosszul mondani, egy mikrohullámú sütőnek volt ez a transformátora. A mikrohullámú sütőről azt tudjuk,
hogy körülbelül 1 kilowattos teljesítménye van. Ez azt jelenti, ha valaki ezt a transformátort így megnézi, a súlyából, a méreteiből kiderül, hogy ekkora teljesítményre alkalmas. Ahhoz, hogy ezt a... Tehát, hogy nézzük, hogy mi az átalakítás tárgya. Egy transformátornak van egy primer tekercse, és van egy szekunder tekercse. Ha primer tekercsét meghagytam, ezt a konnektorba szokás bedugni, és a szekunder tekercse, mivel zárlatos lett, ezért kifűrészeltem, kiszedtem belőle a tekercseket, a tekercshúzalokat, és tettem be összesen 3 menetet. Meg lehet számolni, 1, 2, 3 menet, és ez azt jelenti, tehát megmutatom erről az oldalról is, itt a menetszám sokkal nagyobb, mint itt fölül, ezért ez a transformátor ez nem emelni fogja a feszültséget, hanem csökkenteni. A teljesítmény pedig azt mondja nekünk, hogy a feszültség és az áramerősség szorzata a teljesítmény. Ez azt jelenti, hogy vélhetően az áramerősségünk sokkal nagyobb lesz, mint amit a mikrohullámú sütőnek a árama lenne, ott 2000 voltnyi feszültség van, itt viszont a 2000 volt helyett körülbelül a 3,5-4 voltnyi feszültség lesz. Ennek megfelelően, hogyha itt megmérnénk az ebben a drótban folyó áramot, akár 6-800 amper is lehet. Ez attól is függ, hogy az ide bekapcsolt szög, az mekkora ellenállást fog jelenteni. No, hát akkor csak annyit kell tenni, hogy bekapcsolom a transformátort, és rövid időn belül elkezd füstölni, majd megmelegszik, és aztán rövid időn belül el is fog csöppenni, és megolvadt a vas. Ilyen egyszerű ez a történet. Amikor a transformátorról beszélünk, akkor ugye meg kell említeni, ugye a Déri Cipernowski és Bláthy Ottónak a nevét. Ők hárman voltak azok, akik az első iparban is használatos transformátort kialakították. Ők voltak azok, akik rájöttek arra, hogy a transformátor, mert előtte is csináltak transformátort, igazából a legelső transformátort Michael Faraday készítette el, de azok a transformátorok még nem voltak alkalmasak arra, hogy ipari méretekben tudjuk átalakítani az áramot. Ehhez a 3 magyar föltalálónak az az észrevétele kellett, hogy ők rájöttek arra, hogy a transformátor vasmagjának zártnak kellett lenni. Ennek a zártságnak eredményeként az elektromágneses indukcióvonalak nem szóródnak, hanem a vasban benne maradnak, így lehet kialakítani a nagyon jó hatásfokú transformátort. Az az igazság, hogy ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy szép lassan csomagolok össze, mert ez a vas, ami nemrég megolvadt, azért az meleg. Meleg a transformátor kivezetésének a vége, meleg még a 2 darab fogó is. Ugye a gyerekkoromban én vasipari szakmát tanultam először, ott mondták mindig, hogyha az ember elmegy egy olyan helyre, ahol meleg vassal is dolgoznak, például egy öntödébe, vagy egy kovácsműhelybe, akkor először mindig rá kell köpni, és csak azután kell megfogni, mert ha serceg, akkor nem nyúlunk hozzá. Tehát én most pontosan tudom, hogy ez, hogyha ráköpnék, akkor nagy valószínűleg még sercegne, éppen ezért aztán kellő óvatossággal szeretném ezt az eszközt odébb vinni. Ha már transformátorról és indukcióról beszélünk, elhangzott Michael Faradaynek a neve, akkor szeretnék egy játékos dolgot megmutatni, amit akár otthon is meg lehet csinálni. Egy ilyen fúrógépet hoztam ide, ez a fúrógép nagyon könnyedén működik a hálózati áramról, és gyakran van úgy, hogy az ember, amikor fúrna, minden van, csak éppen fény nincs, és akkor hogyan lehet ez a plusz még egy lámpát is megcsinálni? Hát nagyon egyszerű dolgunk van, ha ismerjük a fizikát, akkor tudjuk, hogy ezek a villanymotorok úgy működnek, hogy ezen a részen az ember belenéz menet közben, akkor még kisebb szikrákat láthat, úgynevezett kommutátor segítségével periódikusan megszaggatják az áramot, és ennek a megszaggatásnak az eredményeként, ha megszakítjuk az áramot, ott indukcióváltozás van. Tehát, hogyha ennek a szaggatásnak a helyének a környezetében elhelyezzünk egy tekercset, ebbe a tekercsbe még ilyen vasmagot is tettem, és ennek a tekercsnek a 2 végére 2 darab ledizzó került, vagy ledlámpa került, és hogyha az ember ezt szépen ide elhelyezi, mutatom, hogy hogyan,
így. Bekapcsoljuk a fúrót. Hát ezt föl kéne még rendesen ragasztani, de hogy könnyedén lehessen róla beszélni. Aztán mindenki látja, hogy ez menet közben fényt is ad. Érdekessége az, hogy amikor az ember bekapcsolja, az indulás pillanatában sokkal jobban világít, mint amikor szabadon fut, de ha elkezdünk fúrni vele és megkapja a terhelést a fúró, akkor megint föléled a lámpa. Hát azok, akik mondjuk egy kicsit jártasabbak a fizikában, azok meg is tudják magyarázni, hogy pontosan miért van ez így. Ugye szerintem szépen lehet látni, annyi fény mindenképpen ad, tehát annyi fényt mindenképpen ad, amennyi a fúrás megfigyelése elegséges. Nagyon egyszerű, egy transformátornak a nagyobbik menetszámú tekercsét, tehát hát általában, hogyha az ember ilyen trafókat néz, akkor kisebb feszültség irányába szokott lenni a trafó, tehát a nagyobb menetszámú tekercs a primer tekercs, és a primer tekercsnek a két végére föltettem két ledet, és pont annyi fényt ad, amennyi éppen szükséges, tehát annyi áramot ad a lednek, amennyi a működéséhez szükséges. No, hát hogyha ezen így nagyjából túl vagyunk, akkor nézzünk meg egy olyan kísérletet, ami ezért ide előre fogok jönni, és megnézzük közösen ezt a... A kísérletnek az a neve, hogy éneklő teáskanna, hogy pontosan hogy is van ez, meg fogjuk látni. A szükséges eszközök között itt van egy szerkezet, amit valamikor ebben a dobozban egy úgynevezett külső Winchester volt. Ez 1993 környékén volt. Ez olyan rég volt, hogy már csak a legöregebb öreg urak emlékeznek, mint például én. És hát, ha megnézi valaki ezt a dobozt, akkor ez a hely, amit itt mutatok, ebben a magasságban, ez a helyen volt a Winchester, a külső Winchester. Hát akkor még ilyen nagy Winchesterek voltak. Képzeljék el, 256 megabájt volt az összes tárkapacitása, és ehhez a 256 megabájtos Winchesterhez kellett egy 200 wattos tápegység. Ez a 200 wattos tápegység található ezen a részen. Tehát igazából, amikor én ezt megkaparintottam, akkor kidobáltam belőle a Winchestert, ott van hátul még igazából avval is vannak ötleteim, hogy mit fogunk belőle csinálni. De a lényeg az, hogy betettem ide egy rádiónak az erősítő végfokát, és ide fölé pedig egy olyan CD lejátszót, amely CD lejátszó úgynevezett autoplay gombbal rendelkezik. Hát ez ugye a fiatalok számára ez már nem mond semmit, ugye mert eleve a CD lejátszóról nem sokan tudják, hogy az micsoda. Az a CD az gyakorlatilag a compact disc-nek a rövidítése, egy korongot tartalmaz, mindjárt mutatom is, hogy néz ez ki, és ezen a korongon körülbelül egy olyan 40-50 percnyi zene található. Ha ezt betesszük ide, akkor ez nem csak adatokat tud ez a CD olvasó olvasni, hanem zenét is le tud játszani. Az erősítő, tehát hogy a CD-nek a kimenete az erősítő bemenetére van kötve, és az erősítőnek a kimenete pedig itt található. Lehet, hogy kicsit sokat beszélek ezzel kapcsolatosan, de majd meglátjuk, hogy azért van értelme. És a hangszórók helyére egy ilyen tekercset fogok tenni. A tekercset pedig, ugye van egy jobboldali csatornánk, meg van egy baloldali csatornánk, mind a kettőre egy-egy tekercset teszünk. Az egyik az ez lesz, a másik pedig ott látható. És amikor csatlakoztattuk, akkor már nem kell más tennünk, mint hogy elindítjuk a CD-t, így mi. És a CD most már lejátsza a dolgokat, csak hogy ez a hangszóró, ez így gyakorlatilag nem fog működni. Ugyanis hát ez az áram, ami rajta, amely ezekben a drótokban fut, itt egy változó mágneses teret hoz létre, de ezt a mágneses teret akár a fülünkhöz tetszük, akár a kezünkkel tapogatjuk, nem nagyon van esélyünk, hogy ezt érzékeljük. Ahhoz, hogy ki tudjuk mutatni, mert azt tudjuk, hogy az áramnak mágneses tere van, éppen ezért egy mágnessel fogunk próbálkozni. Én hoztam is egy jó erős mágnest,
és ezt a jó erős mágnes ide tesszük a hangszóró mellé, és azt hiszem mindenki látja, hogy már kölcsönhatás van közöttem. Ezt már látni lehet. Ugye? Tehát én az ujjam hegyére tettem föl, ha most ezt a tekercset ide rászorítom az asztalra, beletesszük belülre a mágnest, akkor tulajdonképpen megszólal valami, hogy pontosan hogy szólal meg, nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen van a tekercsünk, a tekercs és a mágnes kölcsönhatásban van. Ha a tekercset rászorítom az asztalra, akkor az asztal tekercsel kölcsönhatásba kerül, és az asztalnak a rezgése fogja a levegőt megrezegtetni, és így jut el a fülünkhöz a zene. Azt hiszem, hogy ez egy varázslatnak tűnhet, de nem az, hanem csak annyit kell tudni, hogy aki ezt meg tudja csinálni, az valószínűleg sokat olvasott fizikakönyvet. Tehát azt hiszem, hogy ami igazán nagy varázslat ezen kívül, hogy ennél még izgalmasabbat is tudunk. Van itt nekem egy teáskannám. Azért szeretem ezeket az eszközöket, mert nem kell sokat magyarázni. Ez egy olyan teáskanna, amit a mágnes nem vonz, mert hát ugye alumíniumból van. Éppen ezért, hogyha meggondoljuk, akkor erről viszonylag mindent tudunk már. Ez egy üreg, aminek a fala az nem másból van, mint alumíniumból. Az alumíniumról meg tudjuk, hogy egy jó fémes vezető. Ennyit kell tudni. És azt fogom tenni, hogy a tenyerembe veszem a mágnest. Itt van a mágnes és a drót együtt. Ha most meggondoljuk, akkor ez a rész, ami itt fölötte van, ez egy változó mágneses tér. Ebbe a változó mágneses térbe betesszük ezt az alumínium lapot, és anélkül, hogy összeérnének, megszólal a teáskanna. Ugye az történik, hogy a változó mágneses tér, amit ez a tekercs és ez a mágnes együttesen hoz létre, ez a változó mágneses térbe bekerül egy kiterjedt fémes vezető, ebbe a kiterjedt fémes vezetőbe örvényáramok fognak indukálódni, és ezek az örvényáramok hozzák rezgésbe a teáskannának az alját, és ezek lengetik meg a levegőt, és így keletkezik a hang. Nagyon egyszerű a dolog, mutatom még egyszer, ide fölé teszem. Tehát azt hiszem mindenki láthatja, hogy az ujjam közé fér, tehát semmi kapcsolat nincs közöttük, és mégis megszólal. Ahogy Mici Mackó mondaná, mellékesen megszólal, de azért azt ne várja senki, hogy hifi lenne. Tehát ahhoz, hogy ebből hifi legyen, azért még egy kicsit többet kell olvasni, több mindent kell beépíteni ebbe a kísérletbe. No, hogyha ezen túl vagyunk ezen a kísérleten, akkor az éneklő teáskannát már ismerjük, és azt hiszem, hogy érdemes, ezt a mágnest ezt elrakom, mert ez egy harapós mágnes, ezzel még fogunk ma kísérletezni. Nézzük meg ezt a másik tekercset. Ehhez a másik tekercshez is tartozik még valami. Ez a még valami, ez nem más, mint egy autónak a hangszórója. És a hangszórójának a végére nem egy erősítőt tettünk, hanem csak egy sokmenetes tekercset. Itt van ez a két tekercs, ezt én ide tudom tenni, és összerakom. Na, vagy vége van a számnak. Igen, most kezdődik a következő szám. Igen. Na tehát akkor az a lényege, hogy ide fordítom mindenki felé a hangszórót, tehát akkor azt kell látni, hogy van egy tekercs, ebben folyik az áram, van egy másik tekercs, ebben pedig indukálódik az áram, ugyanis az áramnak a változó mágneses áram, vagy a változó elektromos áram változó mágneses teret hoz létre, ebbe a mágneses térbe tesszük be a tekercset, és így alakul ki a feszültség, amely feszültség meg fogja mozgatni a hangszórónak a membránját. Nézzük meg, hogyha a távolságot változtatjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre halkabb és halkabb lesz a hangszóró. Hogy közelítünk hozzá, egyre hangosabb és hangosabb lesz. Tehát igazából ez a szerkezetünk olyasmi lesz, mint egy stetoszkóp, az doktor bácsán különbözőekre letesszük, és megnézzük, hol a legerősebben változó a mágneses tér. Ez a stetoszkóp állati jópofa, mert hogyha itt ezen a helyen elfordítom, akkor teljes egészében elhallgat. Az, aki középiskolába jár, és ezt a részét tudja, tanulta már, érti, hogy miről szól a történet. A mágneses erővonalak itt, ebben a
tekercsnek a síkjában pontosan merőlegesek a síkra, és akkor lesz nagy a hangerősség, hogyha nagyon sok erővonal megy keresztül ennek a tekercsnek a belsején. Ha elfordítom, akkor egyetlen egy sem megy keresztül, tehát világos, hogy miért nem szól. Úgy is mondhatnánk, hogy amikor a kisfiam kicsi volt, meglátta ezt a kísérletet, azt mondta, hogy ez pontosan jó, mert a fiatalabb generációnak a tolópotméter van meg, az öregeknek meg megvan a forgatógomb. Tehát azt hiszem, hogy nem így volt? Ugye, hogy így volt. Na, az a lényeg a dolgoknak, hogy körülbelül ez a hatások, ez elég gyönge ahhoz, hogy ez mondjuk iparban eladható legyen. Hogyha az ember hatásfokot is szeretne, akkor azt kell csinálni, hogy ennek az egésznek a belsejébe beteszünk egy ferromágneses anyagot. Azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy jóval hangosabb lesz. Ez a jóval nagyobb hangerő úgy alakul ki, hogy a vas ebből az elektromágneses térrel, a változó mágneses térrel valamit csinál. Mondhatnánk úgy is, hogy fölerősíti. Abban az esetben, hogyha ezt a vasat úgy találjuk ki, hogy valamilyen szinten zárt lesz, mindjárt fogjuk látni, akkor további hangerősödés lehet elérni, és tulajdonképpen itt értünk el Déri-Bláthé és Cipernowski találmányához, a transformátorhoz, a primer tekercshez, a szekunder tekercshez és a zárt vasmaghoz. Ez volt az ő titkuk. Annyit azért elmondanék róla, hogy annak idején ők hárman nem így találták ki a transformátort, hanem azt kell elképzelni, hogy ki volt fordítva. Ugyanis a zárt vasmaghoz ugye kell egy csévetest a jobb oldalra, kell egy csévetest a bal oldalra, és akkor a vasmagot összeállítani nehéz volt. Ők azt találták ki, hogy sokkal egyszerűbb az, hogyha az egészet kifordítják. Egyszerűen megtekerték a tekercset, és a tekercsbe tekerték így be a húzalt, a vas húzalt. Ezt hívták köpenytranszformátornak. Ha valaki esetleg meg akarná keresni az első transformátort, a köpenytranszformátort, akkor ezt a szót kell beírni, és akkor azt hiszem lehet látni. Ha valakinek meg megadatik, hogy bejut a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban, az eredetit is meg lehet az elsőt nézni. Ez a Kazinczy utcában van. Sajnos mostanában nem sokat van nyitva. Úgyhogy talán még egy apróságot meg lehet mutatni ezzel az eszközzel. Itt a kísérleti eszközünk, mindjárt mutatom, ezeket most már eltesszük. Itt egy olyan hangszórót látunk, amely hangszóróhoz nem egy darab tekercs tartozik, hanem kettő. Ha sikerül kibogozni, akkor az is látszik, hogy ez a két tekercs sorba van kötve egymással, tehát ennek az egyik kivezetése a másikhoz oda van kötve, és akkor így egy soros kapcsolást hoztunk létre. És na mindjárt megnézzük, hogy melyikkel fog jobban szólni. Így. Igen. Azt hiszem, hogy ezt elrakjuk innen. Így. És akkor ez a főszereplő, ez a tekercs, és akkor ide tesszük az egyik tekercset. Azt hiszem, hogy ez itt lehet hallani, hogy szól. Elveszem, nem szól. És akkor itt betesszük a másik tekercset, akkor már jócskán lehet hallani. Tehát akkor egyáltalán nem szól, egy tekercs, két tekercs. Most nézzük meg, mi történik, akkor az egyik tekercset megfordítom, akkor tulajdonképpen teljes csönd van, és ennek az a magyarázata, hogy a két tekercs sorban van, és hogyha mind a kettő ugyanabba az irányba indukál áramot, akkor a menetszámok összeadódnak. Abban az esetben, hogyha megfordítjuk, akkor a menetszámok kivonódnak egymásból, és olyan, mint hogyha egy nulla menetszámú tekercs lenne, aminek természetesen nincs hangja. Ezt már főleg azoknak az advanced usereknek a kedvéért mondtam el, akik a finomságait is szeretik a fizikának, és hát akkor tulajdonképpen az éneklő teáskannával be is fejeztük. A következő kísérleti eszköz, az még tulajdonképpen, ha akár úgy is mondjuk, talán még ennél is elvarázsoltabb. A főszereplő itt most egy résztömb lesz. A résztömbön kívül pedig használni fogunk még egy erős mágnest. Ugye a részről is tudjuk, hogy a mágnes nem hat kölcsön, tehát a két főszereplő a résztömb, és ez az erős mágnes.
azt kell mondjam, a mágnest ebből a magasságból így lejtem, akkor úgy viselkedik, mint ahogy azt az ember megszokta az átlag testtel. Gravitációs tér hat rá, ezért szabadon esik. Meg lehet mutatni. Ezen az oldalon is, ha megfordítjuk, akkor is úgy esik. Tegyük alá ezt a résztömböt, és akkor valami egészen más látunk. Azt hiszem, mindenki láthatja, hogy ez itt sokkal lassabban esik. Ugye mi ennek a magyarázata? Hát a magyarázat nagyon egyszerű, a teáskanna aljánál már említettem, hogy ez egy kiterjedt fémtömb, amikor közelít hozzá egy mágnes, akkor a mágnes, ahogy közelít hozzá, a mágneses erővonalak behatolnak ebbe a résztömbbe, ott változást hoznak létre, és elindítanak körbe-körbe egy áramot. Ez az áram pedig pontosan olyan lesz, ahogyan aztán Lenz törvénye is mondja, hogy a ráható erőhat, tehát az őt létrehozó hatás gyöngíteni igyekszik, vagyis egy taszító kölcsönhatás jön létre. Tehát abban az esetben, amikor én ezt elengedem, akkor az itt meginduló áram mágneses hatása taszítani fogja ezt a mágnest. Nagyon érdekes, hogy teljesen mindegy, hogy melyik pólusával ejtjük rá, akár ezt a pólust ejtjük rá, ugyanolyan taszító hatás fog kialakulni, azért, mert hogy az áram iránya is meg fog változni azáltal, hogyha megváltoztatjuk a mágnesnek a pólusát, ugye az egyik oldal mondjuk a déli, a másik oldal az északi, ebben az esetben mondjuk egy ilyen irányú áram indul, és azt taszítani fog, ebben az esetben neki egy ellenkező irányú áram fog indulni, és akkor azért fog taszítani. Azt hiszem, ez teljesen egyértelmű. Ezzel a kísérlettel pedig szeretnék megmutatni még egy dolgot. A vörös réz az az egyik legjobb fémes vezető, és ugye a fémes vezetőknek a vezető képessége egyik részről az anyagi minőségtől függ. Sokkal jobban és látványosabban lehetne ezt a kísérletet bemutatni, hogyha lenne ekkora tömegű résztömbre, vagy ekkora térfogatú ezüst tömbre lehetne lecserélni, vagy ne adj Isten aranytömbre, az még jobban működne, mert ugye az ezüst és a réz, az ezüst és az arany sokkal jobban vezet, mint a réz. De ha valaki megnézi azt a képletet, ami a fizikában azt írja le, hogy hogyan alakul ki egy anyagnak a vezetőképessége, az anyagi tulajdonságon túl még az is fontos, hogy benne van a hőmérséklet. És akkor erre szeretnék egy kísérletet megmutatni. A hőmérsékletet pedig úgy fogjuk tudni megváltoztatni, hogy én hoztam egy speciális anyagot. Ez az anyag, ez egy nagyon hideg anyag, cseppfolyós nitrogén, és ennek a cseppfolyós nitrogénnek a segítségével szobahőmérsékletről, tehát olyan 25 foknál nincs biztosan itt most melegebb, szobahőmérsékletről mínusz 196 Celsius fokra le fogjuk hűteni, vagyis több mint 200 fokot fogunk rajta hűteni. Ennek a 200 fokkal való hűtésnek pedig drámai hatása lesz, ezt szeretném megmutatni. Úgy fogjuk csinálni, hogy először is kitöltök a cseppfolyós nitrogénből ebbe az edénybe egy keveset, utána beletesszük ezt, tehát megmutatom még egyszer ezt a, hogy mekkora az esési sebessége. Azt is meg lehet mutatni, hogyha egy eldöntöm, így, akkor, ha megnézzük, akkor ez résztömb nélkül, ez pedig résztömbbel, és akkor most hűtsük le a résztömböt, pillanatokon belül tudom még mit kell, a résztömb alá teszünk kettő darab krétát, hogy alul is legyen cseppfolyós nitrogén a hűtéshez. Így. Jó. Jöhet a nitrogén. A cseppfolyós nitrogénről annyit kell tudni, hogy azon kívül, hogy mínusz 196 Celsius fokon forr, a sűrűsége 0,9 kg per köbdeciméter, és hát a forrásban tartásához nem nagyon kell sok energia. Úgy is mondhatnánk, hogy egy liter cseppfolyós nitrogén elforralása az sokkal-sokkal nagyságrendekkel kevesebb energia kell, mint mondjuk ugyanannyi víznek az elforralásához. Ha most megnézi valaki ezt a kísérleti eszközt itt,
akkor azt lehet látni, hogy a cseppfolyós nitrogén hatására nagyon hevesen forra résztömb. Ez körülbelül egy ilyen negyed óra lenne, mire ez az egész elforna. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy addig mutatunk még más kísérleteket, ettől elköszönünk átmenetileg. És akkor egy kicsit ismerkedjünk addig a cseppfolyós nitrogénnel. Igen. A cseppfolyós nitrogén való ismerkedéshez itt van egy eszköz. Na, ezt nem kellett volna. Jó. Tehát a cseppfolyós nitrogénnel való ismerkedéshez egy kettős falú edényt, egy úgynevezett gyuár edényt fogunk használni. Ha gyuár edénybe betöltjük, akkor nagyon jól lehet látni azokat a történéseket, amik a gyuár edényben történnek. Az első dolog, azt fogjuk látni, hogy a gyuár edényben iszonyatosan nagy hevességgel forra nitrogén. Nem csodálkozunk, hiszen a gyuár edény hőmérséklete is szobahőmérséklet, tehát a hőmérséklet különbség itt is durván 200 fok. Ez lényegesen kisebb tömegű, ez a cseppfolyós nitrogén, vagy a cseppfolyós nitrogén tartó edény, ez nagyon hamar le fog hűlni. A nagyon heves forrás, ha abban marad, az azt jelenti, hogy lehűtötte cseppfolyós nitrogén közeli hőmérsékletre a nitrogén az edényt. Most azt látjuk, hogy az edényünk hevesen forr, még egy darabig, most már nem olyan nagyon hevesen, de még forr. Ha azt szeretnénk, hogy a forrása abban maradjon, akkor vagy lejjebb kéne valahogy hűteni a cseppfolyós nitrogént, majd erre is megpróbálunk egy kísérletet tenni, vagy pedig egész egyszerűen a kezemmel meg fogom varázsolni. Ráteszem a kezem, figyeljetek meg, és azt mondom, most, és abban marad a forrás. Abban marad a forrás. Azt mondom, hogy elveszem a kezem, a varázslatos kezem, és abban a pillanatban elindul a forrás. Természetesen lehet mondani azt, hogy a hertlen karcsú az egy varázsló, lehet azt is mondani, hogy parafenomén, de azért maradjunk abban, hogy én csak fizikatanár vagyok, és én megolvastam a fizikakönyvet, és tudom, hogyha a cseppfolyós nitrogén fölött a légnyomást megnöveljük, akkor a cseppfolyós nitrogén forrási pontja meg fog csökkenni, és ennek eredményeként abban marad, meg fog emelkedni, és ebből abban marad a forrás. Hagyjuk eltávozni a gázokat, tehát ilyenkor, amikor a kezemet ráteszem, ilyenkor ebben a térben megnövekszik a nyomás, és ennek hatására magasabb lesz a forráspontja, ameddig én a kezemmel, ameddig a kezemmel ezt tudom tartani, addig nagy baj nincs. Hál' Istennek van még nitrogénünk. Úgyhogy ennél nagyobb fiaskó ne jöjjön létre. Tehát ott tartottunk, hogy szeretnénk a cseppfolyós nitrogént forrását megállítani. Így, hopp, megáll, folyik, megáll. Természetesen egy darabig ott tartom a kezem, akkora lesz a nyomás, hogy már nem fogja tudni a kezem tartani, és akkor ismét el fog indulni a forrás. Azt ígértem, hogy a cseppfolyós nitrogénnek a forrását le fogjuk csökkenteni. Nos, ide jövünk. Hogy is legyen? Egyszerűbb, hogyha én megpróbálom idehozni az edényt. Így. Van nekünk egy légszivattyúnk, és ennek a légszivattyúnak a segítségével megpróbáljuk, igen, pont jó lesz. Tehát a légszivattyúnk segítségével megpróbáljuk a cseppfolyós nitrogént szilárd halmaz állapotúvá változtatni, vagyis megpróbáljuk megfagyasztani. Így. Így. Megnézzük, hogy meddig ér el a... Oké. Ideig pont jó. Tehát elindítom a szivattyút. Ez egy olyan légszivattyú, amelyek igen nagy a teljesítménye. A teljesítménye az két dologtól függ, hogy mekkora vákuumot tud létrehozni, és időegység alatt mekkora mennyiségű levegőt képes, vagy hát igen, gázt elszivattyúzni a térből.
Én nekem azért kell a nitrogént pótolni, mert a résztömb az folyamatosan forr, vagy a résztömb körül folyamatosan forr a nitrogén, és tűnik el, úgyhogy pótolnom kell a nitrogént. Tehát most amire kéne koncentrálnunk, az semmi több, mint ez a cseppfolyós nitrogén ebben az edényben. Így. Szivattyúval kiszivattyúzzuk fölül a gázt. Azt érdemes megfigyelni, hogy amikor majd bekapcsolom, tehát amikor a vákumszivattyú ide csatlakozni fog, eszméletlen hevesen fog a cseppfolyós nitrogén forrni. Azt hiszem látszik, hogy sokkal-sokkal hevesebb a forrás. Most épp az ellenkezőit csináltam a kezemmel, akkor megnöveltük a nyomást, most pedig lecsökkentjük a nyomást. A nyomás csökkentés az többek között azt is jelenti, hogy azokat a molekulákat fogjuk eltávolítani ebből a térből, amelynek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb. Azt hiszem, ott a képen jól látszik az, hogy a cseppfolyós nitrogénünknek tekintélyes hányada megfagyott. Ez egy hatszöges kristályban kristályosodó anyag a cseppfolyós nitrogén. Egyébként csak 32 fokkal kell lejjebb menni. Tehát a víznek a forráspontja és a fagyáspontja között 100 Celsius van. Hogyha cseppfolyós nitrogénre tettük volna meg, akkor ez a köze sokkal kisebb lenne. Azt hiszem, nagyon szépen látszik. Most csak annyit kell tennem, hogy a cseppfolyós nitrogén elszivattyúzására leválasztjuk ezt a vákumcsövet. Így. És azt hiszem, mindenki láthatja, hogy az itt levő cseppfolyós nitrogén az most tényleg nem forr. Ez azt jelenti, hogy olyan hideg, hogy nem éri el a forráspontját, vagyis a mínusz 196 Celsius foknál legalább 6-8 fokkal hidegebb. Ugye nagyon érdekes, hogy az ember, amikor avval foglalkozik, hozom ide közelebb, hogy a közelülők is jól láthassák, hogy tényleg nem forr, buborékozás nincs, hogy amikor az ember belegondol abba, hogy a hideg az egy milyen kihívásokat adott az emberiségnek, akkor azt kell mondjam, hogy a kihívások között a legnagyobb kihívás az volt, hogy amikor az ember már megtanult előállítani a hideget, akkor volt lehetőség arra, hogy nagy metropoliszok alakuljanak ki. Tessenek utána gondolni, a metropoliszokban akár több millió ember is élhet, akár itt Budapesten is majdnem 2 millió ember él. Ennek a 2 millió embernek logisztikázni az élelmiszert, ami akár több száz kilométerről jön ide, az felhasználás helyére. Azt hiszem, mindenki értheti, hogy a hideg nélkül ez nem működne, főleg nyáron. Télen még csak-csak ellennénk valahogy, de télen, vagy nyáron biztos nem. Tehát ez azt jelenti, közben előveszem a másik kisetet, ezt pedig elpakoljuk. Ez azt jelenti, hogy amikor a fizikusokkal karöltve a mérnökök megalkották a hűtőgépeket, akkor tulajdonképpen a világ abba az irányba indult el, hogy megalakulhattak a nagyvárosok. Ez az egyik feladat. Több ilyen feladat volt, de az egyik legfontosabb az ez volt. Azt szeretném elmesélni még egy apróság, hogy addig, ameddig nem volt hűtőgép, addig az Amerikai Egyesült Államokban az egyik ember az északi tavaknak a jegének a begyűjtésével tudta a hűtést megoldani. Tehát ez azt jelentett, hogy egész télen fűrészelték a tavról a jeget, a megfagyott vizet, és ezt a megfagyott vizet aztán vitték mindenfelé, és hűtöttek vele. Azt hiszem, most érdemes visszatérni egy kicsit erre a forrásban levő nitrogénre, mert most sokkal-sokkal jobban forr, mint a kezdetek kezdetén. Ide közel hajolok, hogy lehessen hallani ezt a heves sistergést. Valóságban az történik, most tessék megfigyelni, hogy hogy forr, elképesztő módon, így akkor sem forrt, amikor beletettük. De ez a nagyon heves forrás már rövid ideig tart, mindjárt beszélünk róla, pontosan mi történik.
Tehát az a lényege, hogy míg teljesen befejezzük ez a nagy forrás, addig még befejezem ezt a gondolatot. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban egy tónak a jegét gyűjtögették, fölrakták vonatra, és vitték mindenfelé, később elvitték hajóra is, és akár iszik, akár nem, Indiában, Kínában landolt. Ezek voltak a legtávolabbi állomások. Tehát egész egyszerűen ezekkel a jegekkel olyat lehetett csinálni, hűtés előtt élelmiszer tartósítás, ami addig az a tempót adott. Ugyanis, hogyha levágtak egy állatot, akkor azt addig kellett megenni, míg meg nem büdösödött. Tehát azt hiszem mindenki, aki egy kicsit járt már konyhában, mindezt tudja. No, tehát akkor mostanra lehűlt a cseppfolyós nitrogén hatására a résztömb. Én most fogom és kiveszem, így. És megnézzük még egyszer ezt az ejtő kísérletet. Azt hiszem nem kérdés, hogy ez egy kicsit lassabban esik. Ugye? Tehát ez nem kérdés. Ez azért van, mert a réz egyszerűen jobb vezető lett. Ha nem engedjük elbillenni, akkor azt hiszem gyönyörűen látszik ez. Azt még érdemes megmutatni, hogyha hirtelen lekapom a mágnest, akkor föl lehet emelni ezt a résztömböt, és ez mind azért van, mert a résztömb, amikor kihúzzuk a mágnest, akkor is elindul egy áram, de ez az áram olyan irányú lesz, ami az őt létrehozó határt gyöngíteni igyekszik, vagyis egy vonzó erő alakul ki a kettő között. Szerintem ez gyönyörűen látszik. Akár északi, akár déli pólussal csináljuk. Ez így működik. Azt hiszem, hogy ez a kísérlet önmagáért beszélt, tehát ezt érdemes volt megmutatni. Föl lehet tenni a kérdést, hogy amikor én belenyúltam a cseppfolyós nitrogénbe, akkor mennyire voltam megzizzenve. De azért annyit szeretnék elmondani, hogy én valójában itt ma nem kísérletezem, hanem bemutatót tartok, vagyis úgy is mondhatnánk, hogy a kísérletek akkor kísérletek, ha még nem tudjuk a végét. Ha meg már tudjuk a végét, akkor az már csak bemutató. Úgyhogy a következőt kell tudni. Elrakom ezt a mágnes, mert ez tényleg több, mint veszedelmes. Tehát, a cseppfolyós nitrogént, amikor az ember megnézi, 196 Celsius fok hideg, és ez a 196 Celsius fok hideg cseppfolyós nitrogén, amikor valamivel találkozik, láttuk, hogy mennyire lehűti. Hogy mennyire lehűti, azt talán abban lehet legjobban megmutatni, hogyha hozok egy léggömböt, a tüdőmmel felfújom, és lehűtjük. Ez nem ez a másik zacskó. Tessék megfigyelni, itt van a léggömbünk. Jó. Itt van a léggömb. Ezt a léggömböt megkötöm, hogy ne tudjon megszökni belőle a gáz. Így itt van benne. És ezt a léggömböt én cseppfolyós nitrogénnel le fogom önteni. Illetve hát ebben az edényben is van cseppfolyós nitrogén. És azt fogjuk látni, hogy miközben az ember leönti a cseppfolyós nitrogént, a közben furcsán viselkedik a léggömb. Egyre kisebb és kisebb lesz, a térfogata olyan kicsi lesz, hogy ha nagyon akarnám, akár zsebre is rakhatnám, bár arról rossz emlékeim vannak, el kell meséljem maguknak, hogy még amikor fiatal voltam és bohó, egyik alkalommal a cseppfolyós nitrogénből, amikor kihúztam a léggömböt, akkor is így nézett ki, így elfért, és azt mondtam magamnak, hogy mekkora poén lenne az, ha ide betenném a zsebembe, hogy oda befér. Csak elfelejtettem végig gondolni, hogy ez rögtön elkezd növekedni, és a légöm letépte az inget rólam. Tehát azóta ezt a kísérletet úgy szoktam megmutatni, hogy itt van a léggömb a kezemben, bioenergiával besugározzuk, tehát a testemmel melengetem. Ez igazi bioenergia, nem olyan, mint a tévében, amit árulnak, vagy amit hirdetnek. Az a bioenergia, az maradjunk abban, hogy annak a tudományhoz semmi köze. Az emberek hűítéséhez inkább sokkal több közös tudunk találni. Amit érdemes megnézni, hogy a léggömb,
szobahőmérsékletről lehűlt cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére összehúzódott kicsire, majd amikor hagytuk megmelegedni, akkor ismét megnövekedett, tehát ez egy megfordítható folyamat. Azt kell mondani, hogy az anyagok mindegyike olyan, hogyha elkezdjük hűteni, akkor egyre kisebb és kisebb lesz. A szilárd anyagoknál látható ez legkevésbé, a folyadékoknál már sokkal jobban, és gázok esetében látszik a legjobban. Ugye azt kell tudni, hogy a gáz, ez a gáz, amikor én ide beleteszem, akkor cseppfolyósodik. Ez azt jelenti, hogy az eredeti térfogatának az 1600 részére megy össze, tehát ezért aztán tényleg egy nagyon kicsi helyen elfér. No, mit is akartam még mondani? Tehát most kezdünk ismerkedni a cseppfolyós nitrogénnel, látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogén mennyire hideg, és akkor most csinálunk egy olyan kísérletet, ami a cseppfolyós nitrogénnel kapcsolatosan egy másik izgalmas dolgot hoz elő, de ehhez szeretnék megmutatni egy elképesztő mágnest. Ez a mágnes itt készült az intézetben, és itt a két pofája között 2 Tesla térerősség van. Tehát ez a modern technológia meg tudja azt tenni, hogy a két pofa között ekkora térerősség van. Ha valakinek nem teljesen világos, hogy a két Tesla térerősség mégis mekkora, azt kell mondjam, egy gyöngébb ember innen egy csavarhúzót nem tudna kihúzni. Szerintem az így elég egyértelmű. Lehetne ezt még tovább fokozni. Minden esetre erre azért lesz szükségünk, mert szeretnénk egy izgalmas kísérletet megnézni. Hogy az mitől izgalmas, mindjárt meglátjuk. Van még hozzá egy ilyen alátét. Ez az alátét, hogyha ráemeljük, akkor azt is lehetővé teszi, hogy könnyedén meg tudjuk így forgatni. Tehát egy ilyen forgatható feltétünk van, csak azért, hogy onnan is lehessen látni, meg így onnan is. Jó. Na, tehát akkor ez a mágnesünk, ez van. Egy kicsit még szükségünk lesz erre az edényre. Emlékszünk rá, hogy cseppfolyós nitrogén van benne. És a cseppfolyós nitrogénen kívül még szükségünk lesz. Ja, igen, erre az edényre ez fontos. No, tehát akkor a kísérletünk között minden együtt áll. Van egy teáskanna, cseppfolyós nitrogénben lehűtött gyuháredény. A cseppfolyós nitrogénben lehűtött, ez azt jelenti, hogy én most kiöntöm a nitrogént bele a teáskannába, letörlöm az oldaláról ráfagyott páratartalmat, és öntünk még a teáskannába egy kis cseppfolyós nitrogént. Így. És most csak annyit tenni valunk, hogy egy kicsit vizsgálódunk és várunk. Zúg-búg a teáskanna, és amikor az a zúgás-búgás majdnem, hogy megcsillapszik, akkor azt fogjuk látni, hogy így egy ilyen ferde vonal mentén megnedvesedik a teáskanna. Szerintem ez most már látszik. Itt lehet látni a teáskannán a nedvesedést, és a nedvesedéssel egy időben itt lefelé folyik egy folyadék. Hogyha ezt ellegyezem, a köd az elég sok mindent eltakar, tehát nehogy valaki azt mondja, hogy füstölt, ez a levegőnek a páratartalma, de talán most látszik, hogy ott folyik lefelé egy folyadék. Ez a folyadék, amire a kísérletünkben szükség lesz. Milyen folyadék lehet ez? Próbáljuk meggondolni közösen. Hát az egyik lehetőség az, hogy annyira lehűtöttük a nitrogént, hogy a nitrogénen lukak keletkeztek, és átjön rajta a cseppfolyós nitrogén. De szerintem ezt vessük el, ez nagyon tudománytalan. Amit még megpróbálhatunk, hogy megnézzük, hogy a teáskanna körül milyen gáz található, és annak a gáznak az elemeit, ha sorba veszük, akkor valószínűleg az lesz az egyik felelős. No, hát akkor milyen anyagok vannak a cseppfolyós nitrogénnel lehűtött teáskanna körül? Hát levegő van, a levegőről pedig tudjuk, hogy 78% a nitrogén, 21% a oxigén, 1% a argon, és az összes többire azt mondjuk, hogy egyéb.
ebben az egyébben van többek között az a széndioxid, amitől olyan sokan rettegünk, mert hogy ez olyan gáz, ami nem kéne a klímába, olyan mennyiségben, ami egyre jobban és jobban szaporodik. Tehát nem túl sok, de mégis soknak tartjuk. Tehát tulajdonképpen, ha megnézi az ember, akkor a cseppfolyós oxigén keletkezik, az csöpög le itt az edénynek az oldalán. A cseppfolyós oxigén az 13 fokkal tér el a forráspontja, mint a nitrogéné, vagyis 13 fokkal magasabb. Valami olyasmi játszódik le itt a teáskannának az oldalán, mint amikor az ember télen bemegy a fürdőszobába, ott jó hideg van, kinyitja a forró vízcsapot, és fölötte a tükörről rövid időből elkezd folyni a víz. Pontosan ugyanezt történik, csak itt most ezen a hőmérsékleten cseppfolyós oxigén keletkezik. Ez a cseppfolyós oxigén, ha megnézzük, akkor körülbelül ilyen mennyiségben van, és hogyha megnézi valaki, akkor lehet látni, hogy ez nem átlátszó, mint a cseppfolyós nitrogén, hanem ez egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen, hogyha nagy mennyiségben lenne, akkor türkis színű lenne, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen kékes színárnyalata lenne. Teszek még a teáskannába egy kis nitrogént, és akkor folytathatjuk tovább a kondenzációt, mert tulajdonképpen ez nem más, mint a levegőből egyetlen egy, lehetőleg egyetlen egy alkatrészt kondenzálunk, és most ezt a mennyiséget, ha sikerül összegyűjteni, akkor el tudjuk végezni vele a kísérletet. Az oxigén az egy elég izgalmas anyag, akár fizikus, akár kémikus szemével nézünk rá. Ugye az oxigén az, amelyik egy agresszív vadállat, mindenkit szeret oxidálni, aki csak ér, legyen az fém vagy nem fém. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki megnézi az elektron konfigurációját, akkor rögtön rájöhet, hogy ez azért nem olyan, mint az összes többi. Nagyon különbözik. És ez az oxigénnek az elektron konfiguráció nem csak arra lesz jó, hogy egy vadállatként fog viselkedni a kémiai folyamatokban, hanem arra is, hogy még a mágneses térben is furcsán fog viselkedni, ugyanis, hát most én nem akarok ilyen bonyolult dolgokat mondani, mint az elektronoknak a spinjei meg egyebek, de az a lényeg, hogy ez a konfiguráció azt fogja hozni, hogy az anyag paramágneses anyag lesz. Ugye az embereknél a paramágnességről kellene még egy kicsit beszélni. Hát az átlag ember kétfajta anyagot ismer mágneses szempontból. Az egyik az mágnesezhető, a másik nem mágnesezhető. Veszek egy vasat, fölemelem mágnessel, ez mágnesezhető. Veszek egy alumíniumot, ezt nem tudom fölemelni. Veszek ezt, azt, nikkelt, lehet is csoportosítgatni, nikkelt azt éppen vonza a mágnes. Eldöntjük, hogy mágneses és nem mágneses. Hogyha mindazt az anyagot, amelyik a nem mágneses csoportban van, erős mágneses térbe tesszük, akkor további válogatásra nyílik lehetőség. Az egyik az ugyanazt fogja csinálni, mint a ferromágneses anyag, csak nagyon-nagyon gyönge lesz ez a kölcsönhatás, és lesz olyan anyag, amelyik, hogyha mágneses térbe tesszük, az taszítani fogja. Na, ezek az úgynevezett diamágneses anyagok, meg a paramágneses anyagok, vagy paramágneses anyagok, amelyeket vonza, és a cseppfolyós oxigénről azt olvastam, hogy ez egy paramágneses anyag. Tehát ez azt jelenti, hogy én most fogom, innen kiszedjük a cseppfolyós nitrogén, mert erre még lesz szükségünk. Így. Most ott van abban az edényben egy kis cseppfolyós oxigén, és ezzel a cseppfolyós oxigénnel fogunk annyit kísérletezni, hogy ide öntöm a pofák közé. Eszembe jutott valami, hogy a kontra kísérletet is megcsináljuk. Tehát először cseppfolyós nitrogént fogunk önteni a pofák közé, tehát ezt a részt kell figyelnetek. Én ide öntöm a két pofa közé. Menjek hátrébb, vagy ez így jó? Oké? Tehát ide öntjük a pofák közé, és amint látjátok, a cseppfolyós nitrogén keresztül zuhan a pofákon, és semmi nem történik látszólag. Ha jobban kielemeznénk, akkor azt tapasztalnánk, hogy a nitrogén nem szeret itt a pofák között maradni, de ez ebből a kísérletből nem látszik. Az viszont jól látszik, hogy egy szemernyi sem maradott közötte. Abban az esetben, hogyha cseppfolyós nitrogénnel kísérletezünk,
akkor, bocsánat, cseppfolyós oxigénnel kísérletezünk, akkor szerintem jól látszik, hogy a pofák között ott van a cseppfolyós oxigén, talán egy picit közelebb tekerem egymáshoz, így. Azt hiszem, gyönyörűen látszik, hogy ott van a cseppfolyós oxigénben, és az oxigén az paramágneses anyag, az erős mágneses tér ott tartja. Azt kell tudni, hogy a diamágnesek és a paramágnesek azok, amelyek nem mágnesezhetőek, és a paramágneses anyagok azok ugyanúgy vonzódnak a mágnesekhez, mint a ferromágneses anyagok, csak 10.000-szer kevesebb ez a hatás. Tehát ez azért kell ilyen nagyon erős mágnes, mert ugye 10.000-szer kisebb a kölcsönhatás, tehát a mágnest kell sokkal erősebbre venni. Azt hiszem, nagyon szépen látszik, hogy a pofák között ott van a cseppfolyós oxigén. Azt szeretném mondani azok számára, akik próbálnak kamerával rögzíteni, hogy ez az adás nem sokára a YouTube-on elérhető lesz. Nem most valós időben, hanem úgy egyébként. Na, még egyszer megmutatom. Azt hiszem, gyönyörűen látszik. Azt hiszem, hogy ez teljesen meggyőző, hogy ez egy az oxigén, ez így működik. Még megtehetnénk azt, hogy valamit fölgyújtunk az oxigénnel, de azt kérték a tűzoltók, ha nem muszáj, akkor mára ne csináljunk eseményt. Tehát ebből most inkább kimaradunk. Fogunk majd tüzeskedni, de nem most. Na, tehát akkor ugye az a lényeg a dolgoknak, hogy a cseppfolyós nitrogénnel kísérleteztünk idáig, és akkor a cseppfolyós nitrogénes kísérleteket folytatjuk, csak elviszem ezt a mágnest. Mert ez most már itt útban van. Úgyni. No, tehát láttuk azt, hogy hogyan lehet összezsugorítani a cseppfolyós nitrogén segítségével a léggömböt. Azt szeretném megmutatni, hogyha veszünk egy edényt, ebbe az edénybe öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént, akkor egy nagyon izgalmas dolgot fogunk látni, mégpedig azt, hogy a cseppfolyós nitrogén nagyon hevesen forr. Azt hiszem, hogy ezt idáig is már láttuk, de amikor a cseppfolyós nitrogén lehűtötte az edényt, ez a heves forrás abban marad. Most fogom, és ezt az edényt egy dugóval bedugaszolom. Ígyni. Most az történik, hogy a cseppfolyós nitrogénnel lezárt edényben növekszik a nyomás, egyre nagyobb és nagyobb lesz, majd amikor a nyomás akkora, akkor egyszerűen a dugó már nem tud megmaradni benne, és ki fog vetődni a dugó. Azt hiszem, mindenki láthatta, hogy a dugó kirepült fölfelé. Nézzük meg még egyszer, fizika kísérletektől elvárjuk, hogy megismételhető legyen ez a kísérlet. Most akkor nézzük, hogy ez a kísérlet mire tanít meg minket. A dugó most jelen pillanatban nyugalomban van. Egy pillanatra, amikor a dugót kilövi a nitrogén, akkor a dugó egy pillanat alatt fölgyorsul, és igen nagy sebességre tesz szert, és aztán megy fölfelé, és egyszer csak ott fönt megáll. Na akkor nézzük csak, hogy energetikailag mit tudunk mondani. Most nyugalomban van, mozgási energiája és helyzeti energiája gyakorlatilag nulla. Ha itt vesszük fel a helyzeti energia nulla nívóját. Abban a pillanatban, amikor elszabadul, akkor a cseppfolyós nitrogén hatására mozgási energiához jutott, egyre lassabban és lassabban és lassabban megy fölfelé, fogy a mozgási energiája, cserében helyzeti energiához jut. Hogyan keletkezett ez az energia? Azt szeretném mondani, ha valaki megnézi ezt az edényt, akkor ennek az edénynek van egy térfogata. Ez körülbelül vagy 75 század literes, vagy 1 literes, valamelyik a kettő közül. Ha valaki megnézi, hogy most a nyomás mekkora benne, és összeszorozza a térfogattal, tehát nyomást szorzunk térfogattal, tessenek végig gondolni, a térfogatot köbméterbe mérjük, a nyomást newton per négyzetméterbe mérjük, tehát ez azt jelenti, hogy éppen eredményként joule-t kapunk, newton szor méter. Ez azt jelenti, van másik dugó, tehát ez azt jelenti,
hogy ami itt keletkezik ennek a palacnak a belsejében légnyomás, ez bizony energiával bír. Ha megkérdezné valaki, hogy egy palack felrobbanásakor mekkora energia szabadul el, nagyon könnyű kiszámítani, hiszen a palack térfogatát és a palackban levő nyomást kell összeszorozni. Most egy picit megváltoztatom a kísérletet. Bedugom úgy, ahogy eddig, és megfordítom. Azt hiszem, hogy frenetikus volt a különbség. A pille palackunk az sokkal nagyobb sebességre tett szert, mint a dugó. És ha valaki megkérdezi, hogy miért, még ezt is meg tudjuk mondani, de azért még egyszer elevenítsük fel ennek az energiáknak a részét. Kívülről kapja a hőt, a hő hatására növekszik a nyomás. Ebben a térfogatban egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. Abban a pillanatban, amikor a dugó már ezt a nyomást nem tudja visszatartani, akkor a kiáramló gáz fölgyorsítja a dugót, és akkor a nyomási energiából mozgási energia lesz. A mozgási energia, hogy haladunk fölfelé, egyre nagyobb és nagyobb magasságokat elérve csökken, majd elfogy, és akkor egy pillanatra a tetőponton megáll a dugó, és azután jön visszafelé, tehát ugye, és mindezt az egészet a környezet, a szomszéd, tehát a terem hőenergiának rovására tudtuk megcsinálni. Azt akarom mondani, hogy van egy másik pillepalackunk, ezzel is megcsináljuk a kísérletet, de egy picit, hogy ahogy szokták mondani, a 19-re lapot húzunk. Most úgy fogom lezárni ezt a dugót, vagy dugóval ezt a palackot, hogy teljesen megtöltjük a palackot színültig cseppfolyós nitrogénnel. Tehát ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogénnel teljesen telítöltjük a palackot, azt hiszem mindenki láthatja, hogy teljesen tele van. Jöhet a dugó. A dugóban egy kicsi változás lesz. A dugót átfúrtam, és van benne egy cső. Amint látjátok, egy ilyen cseppfolyós nitrogénből kialakított szökőkút, ami megszületett. Tehát a cseppfolyós nitrogén szökőkútról beszélünk, itt is elmondható, hogy volt benne nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia, és a közelülők még azt is érezhették, hogy a cseppfolyós nitrogén elforrása mennyi hőt vont el a tanteremtől. No, azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű. A következőkben egy picit másik témakörbe fogunk átmenni. Egy kicsit foglalkozzunk a Newton törvényekkel. Az egyik legizgalmasabb Newton törvény a tehetetlenségről szól, és igazából a tehetetlenséggel kapcsolatosan, nem, bocsánat, még van egy kísérlet, azt még meg akarom mutatni, majdnem elfelejtettem. Igen. Itt van egy palack. Ez a palack, ez egy meglepően nagy nyomás van benne. Meg tudom mutatni, hogy fogom erre a palackot, és teljes súlyommal rá tehénkedek. Azt hiszem mindenki látja, hogy ez bizony jó nagy nyomással bír. Hát nem tudom, a saját súlyom, nem mondom meg, hogy több, mint egymással vagyok, de szóval jó nagy nyomás van benne. Ezt a palackot most mi közösen össze fogjuk horpasztani. Úgy fogjuk összehorpasztani ezt a palackot, hogy nektek semmi más nem kell csinálni, csak arra kell gondolni, hogy küldök a Károlynak egy kis energiát. Jó? Tehát küldök energiát, így fogtok csinálni. Én veszem az energiát tőletek, és átadom a palacnak. Úgy fogom átadni a palacnak, hogy ránézek. Így, pusztán csak nézéssel. Külditek az energiát, én pedig rásugárzom a palackra. Még mindig nem jutott elég energia, de kicsit vicsorgok hozzá, hogy úgy tűnjön, hogy... És szépen összehorpad a palack. Természetesen nem bolondultam meg teljesen, csak vicces kedvemben vagyok. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a kísérlethez
csak akkor sikerül, hogyha a palacka alá egy kis cseppfolyós nitrogént is öntök. Ugyanis a cseppfolyós nitrogén kb. 1-2 mm vastagságban van az edényben, de az az 1-2 mm bőségesen elég, hogy lehűtse a palack alját. A palack aljára ebben az edényben levő gáz lecsapódik, folyadékhalmaz állapot lesz, és az eredeti térfogatának kevesebb, mint az 1600-szorosára összehúzódik, vagyis a légnyomás elkezd összenyomni. Ha most megnézzük ezt a palackot, akkor szerintem jól látszik az, hogy a palackban van egy folyadék, mindjárt fogjuk látni, kicsit megmelengetem a kezemmel, így, itt most már lehet látni, hogy itt van a folyadék, ott, itt, ezen a részen itt rotyog, szerintem ez látszik, és ha ide teszem az ujjamat, akkor még inkább elkezd rotyogni, vagyis olyan mágikus ujjam van, hogy tudok forralni vele. Na most az a helyzet, hogy ebben egy olyan gáz volt, aminek a cseppfolyósodási hőmérséklete -0,5 fok. Ez a -0,5 fok alá, ha lehűtjük, akkor folyadék lesz a gázból. Ha nagyon lehűtjük, esetleg sokáig játszik az embervel, akkor meg is keményedik, tehát akár szilárd halmazállapotú is lehet. De ha hagyjuk elforni, elpárologni, akkor rövid időn belül megmelegszik, és ugyanaz a nyomás kialakul. Még nem kaptam meg teljesen hőmérsékletet, de szerintem jól lehet látni, hogy már megint föl tudom emelni magamat, azáltal, hogy nem horpad össze. Tehát tulajdonképpen megint csak avval szórakoztunk, hogy lehűtöttünk valamit, ebbe a tartályba cseppfolyós sodógáz volt benne. Nem mondom el, hogy mi, mert akkor rosszalkodtok és otthon megcsináljátok. Egyébként, hogyha fölnőttel csinálnátok, akkor meg lehetne úgy is csinálni, hogy nem szükséges ehhez cseppfolyós nitrogén, elég csak betenni így a mély hűtőbe, ott is ez a jelenség létrejön, csak itt a cseppfolyós nitrogén egyik részről látványosabb, másik részről lényegesen gyorsabb. No, akkor ha már ilyen jó benne vagyunk ebbe a nitrogénes dolgokba, akkor nitrogén nélkül is csináljunk egy kísérletet. Ez a kísérlet, ez a felhőkészítés címet viseli, tehát szeretnék csinálni felhőt ebbe a palacba. Ebbe a palacba én beletettem egy dugót, egy olyan dugót, ami ide szépen belestimmel, és ebben a dugóban pedig van egy labdafújó szelep. Jó szorosan bele van illesztve, és most jön az, hogy én elkezdem pumpával a levegőt belepréselni ebbe a palacba. Tudom ellenőrizni, hogy mekkora a nyomás, és ahogy én ezt nyomom befelé, egyre nagyobb és nagyobb lesz benne a nyomás. Ha itt lenne most valaki közületek, ahogy a Covid miatt nem lehet itt, akkor megkérném, hogy fogja meg a palackot, és azt tapasztalnánk, hogy az a palack melegszik. Hiszen, hogyha összenyomjuk a gázt, akkor az meg is melegszik. Megdolgozok én ezért a felhőért, amint látjátok. Most figyeljetek, kihúzom, és íme itt a felhő. Ha el akarom tüntetni a felhőt, csiribú csiribá, ennyi ideig tart. Nézzük meg még egyszer, jó? Tehát ez megéri azt, hogy megnézzük még egyszer, és közben figyeljetek arra, amit mondok. Elkezdem a levegőt bepréselni. A levegő bepréselésével az történik, hogy ugyanolyan levegő lesz ott bent, mint itt, csak sokkal sűrűbb lesz, ugyanaz az összetétele. Éppen ezért a levegőnek úgy mondjuk, hogy van egy gáznak egy olyan oldó képesség, ami a vízgőz formában marad, de hogyha lehűtjük hirtelen a gázt, akkor ez a gáz lehűl, és akkor elkezd a vízgőz kicsapódni. 3, 2, 1, íme itt van. Amikor elkezdem a levegőnek a vízoldó képességét növelni, akkor tűnik el a felhő. Csiribú csiribá. Ilyen egyszerű. Mondom, megcsinálhatjátok otthon is. Mi kell hozzá? Kell egy pumpa, kell hozzá egy labdafújó szelep, és kell hozzá egy ilyen palack. Nem, tényleg nem drága kísérlet, feltéve, ha otthon van minden, akkor még olcsóbb is lehet. Na ja. No, tehát Newton törvényeibe kezdtünk bele, és gondoltam, hogy ezt a részt már nem hagynám ki. Amit szeretnék megmutatni Newton törvényeivel, egy alapkísérlet,
ami a tehetetlenségről szól. Itt van egy fahenger, ami 1 kg tömegű. Ehhez a fahengerhez tartozik egy kis madzag, és ezzel a madzaggal fogom én elvégezni a kísérletet. Elsőként kötök a madzag végére egy ilyen cicafület, ígyni, és ennél a cicafülnél fogva föl tudjuk majd akasztani a madzag végét, ide erre a horogra. Íme itt van a madzagunk, így. Azt hiszem, hogy ez már sikeres. És akkor annyit kell tenni, hogy ezt ide fölkötjük. Az az igazság, hogy többször elmondtam, már most is elmondom, hogy ezt a madzagot előre is elkészíthettem volna, csak a legtöbb esetben akkor azt mondanák, hogy ott a szertárban mit csinált vele, biztos kipreparálta. Ezért itt szoktam megkötni, és közben arról mesélek, hogy tulajdonképpen a tehetetlenség egy olyan fogalom, ami a mindennapi életben határozottan rossz. Hát ha valakire azt mondják, hogy tehetetlen, akkor azt biztosan nem megdicsérték. Ugye? Azt hiszem, ezt mindenki értheti. Na most a fizikában és a mindennapi életben használt kifejezésben nagy különbség van, tehát a tehetetlenség a fizikában nem egyértelműen rosszat jelent. Adott esetben lehet az jó is. Tehát akkor itt van egy madzag, a madzagon lóg egy 1 kg tömegű test, és az 1 kg tömegű testnek az alsó végén is van egy kampó, és én oda most kötöm föl a madzagot. Ígyni. Jó, tehát itt is van egy madzag, itt is van egy madzag. A következő kísérletben el fogom szakítani mind a két madzagot. Nem akárhogy. Először úgy fogom elszakítani, hogy elszakítom az alsó madzagot. Utána el fogom szakítani a felső madzagot. Tehát előre megmondom, hogy mi fog történni. És hát igazából, ha meggondoljuk, akkor ez csak és kizárólag a tehetetlenség, ennek a testnek a tehetetlensége lesz a magyarázat. Tehát fogom ezt a madzagot, rátekertem a végét az ujjamra, és egy igen nagy sebességgel így megrántom, és elszakad ez a madzag. Most ennek a madzagnak a végére kötök egy csomót, és visszaakasztjuk oda. Tehát ugyanazok a madzagok szerepelnek, ha jól megnézitek. És most az lesz a feladat, hogy úgy húzzuk meg ezt a madzagot, hogy a felső madzag szakad el. Hogy ez nem is olyan izgalmas, vagy nem, kellően izgalmas. Most azt fogom tenni, hogy fogom, elkezdem húzni, de nézzétek meg, most nagyon másképpen húzom. Lassan, egyre kisebb és egyre nagyobb erővel, és most a tetején szakadt el. Nincs ebben semmi csodálatos, fizika könyvet olvastam. Ugye mi történik? Akkor, amikor én nagy sebességgel megrántom ezt a madzagot, csúgy, megfeszül, és abban a pillanatban akkor tudna ez a madzag tovább menni, hogyha ezt föl tudná gyorsítani nagyon gyorsan arra a sebességre, amit a kezem diktál. A test mozgásállapotának megváltoztatásához erőre van szükség, és ez az erő el fogja szakítani ezt a madzagot. És megóvja ebben a kísérletben azt, a fölsőt. Amikor lassan húzom, akkor ennek a madzagnak az ereje valamekkora, de hozzáadódik ennek a súlyereje, és akkor pedig fölül fog elszakadni. Ilyenkor, amikor lassan húzom meg, a mozgásállapot megváltoztatása nagyon lassú, nagyon csekély. Úgy is mondhatnánk, hogy annyira lassú, hogy elhanyagolható. Ilyen egyszerű a dolog. Na, van még egy másik, amit csak azért akarok megmutatni, mert szerintem érdemes megnézni, ez pedig a madzagtépés és a madzagtépésnek a fizikája. A madzagtépés fizikája arról szól, hogy van egy olyan madzag, ami, hát de gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy az átlag ember úgy gondolja, hogy ezt puszta kézzel nem lehet eltépni. Most megkérdezem, hogy van-e önök között olyan, aki vállalkozik, hogy olló meg minden egyéb segédeszköz nélkül pusztán kézzel eltépi? Van-e önök között? Mert igazából, mondom, nem feltétlenül örülök, ha kijönnek, de ha úgy gondolja valaki, hogy el tudja tépni, akkor nagyon szívesen kipróbálhatjuk.
én fizikus tudásommal a következőképpen csinálom. Tessék figyelni, rátekerem a madzagot a kezemre úgy, ahogyan itt ezt látszik. Ezt elengedem, ezt a madzagot, és rátekerem az ujjamra ígyni. Ez azt jelenti, nézzék meg, hogy a madzagot a saját madzagjával oda rögzítettem úgy az ujjamhoz, hogy innen elmozdítani nem lehet, és ez nem fogja elvágni az ujjamat, amikor majd megrántom a madzagot. Most visszaveszem ezt a másik madzagot, és amint látják, itt egy ilyen alakzat alakul ki, ebbe a csomópontba 1, 2, 3, 4 darab kötélág van. Ha egy kicsit jártas valaki a fizikában, akkor tudhatja, hogy megfeleztük az madzag elszakításához szükséges erőt, hiszen ugye ez egy erőtanilag, ha ezt végig gondolja az ember, akkor ez belátható. Most jön az, hogy rátekerem a kezemre ezt a madzagot, és ezzel a kezemmel lefelé, ezzel pedig fölfelé, mozdulatot így fogom is eltépem. Ilyen egyszerű. Körbeadom, hogyha van kedvük, akkor megnézhetik, milyen ez a madzag. Tessék parancsolni, adják körbe. Megmutatom még egyszer, hogy kell eltépni. Hát, hogyha valakinek kedve jut, és kedves hogyan is megpróbálja. Annyit szeretnék elmondani, hogy otthon, ha próbálkozik valaki, ne ilyen vastaggal kezdje, kezdje először vékonnyal, és akkor ne menjen sok ember közé, hanem csak saját maga legyen, saját maga ellen, meg a madzag ellen, mert abban az esetben jól be lehet gyakorolni mindenféle kudarc nélkül. Egy mozdulattal el lehet szakítani. Ide is adok egy madzagot, meg lehet próbálni. Tessék. Jó. Na. Akkor nézzünk egy olyan kísérletet, hogy tüzeskedjünk egy kicsit, azt mindenki szereti. A tüzeskedéshez pedig fizika nélkül nem nagyon van értelme tüzeskedni, tehát ha valamiért tüzeskedünk, akkor annak megvan az jó oka. Szeretnénk megtanítani vele valamit. Itt van egy égető tégely, és itt van hozzá egy spóra. A kapcsos útifűnek a spórája. Ez a kapcsos útifű, ez egy olyan növény, ami hát a spóráján keresztül szaporodik. Ha megpróbáljuk ezt a spórát meggyújtani, egyébként éghető anyag, akkor azt fogjuk látni, hogy hát valamekkora esélyünk van arra, hogy meggyújtsuk, nem túl sok, de azt hiszem, hogy jól látszik, hogy a kapcsos útifű spórája szép lassan ég. Azt hiszem, ez szépen látszik. Na most, a kapcsos útifű spórája nagyon apró szemű, és hogyha megnézzük, hogy az égés hogyan jön létre, három dolog kell az égéshez, éghető anyag, az van az a spóra, kell hozzá oxigén, az a levegőnek az oxigénje, és hát kell hozzá egy olyan hatás, ami elindítja ezt a folyamatot, hát ez volt a gyufa. Ez az égés azért lassú, mert amikor a kapcsos útifű spóráját kitesszük, akkor a spórák egymásra lapulnak, és csak a legfelső felület érintkezik a levegő oxigénjével, ezért nagyon lassú lesz az égés. Abban az esetben, hogyha egy kicsit megváltoztatjuk a körülményeket, teszek ide egy kis kapcsos útifű spóráját ebbe a tölcsérbe, aztán vesszük a gyufát, ahogy az előbb is, ez már el van égetve. Így. Azt hiszem mindenki látta, hogy a sokszoros mennyiségű kapcsos útifű spórája elképesztő sebességgel elégett. Elmondom, mit láttunk, aztán megismétlem a kísérletet. Tehát a kapcsos útifű spórájának az égéshője akkora, hogyha egy darab kapcsos útifű spóráját meggyújtjuk, akkor egész biztosan az meg tud gyújtani legalább még kettőt. Ez azt jelenti, hogy akkor egy úgynevezett kémiai láncreakció alakul ki. Ez azt jelenti, hogy ilyen rohamosan fog terjedni a láng. Az úgy biztosan nem fog menni. Tényleg nem, mert ha jobban megrántottad volna, eltörött volna az ujjad. Azt mondom, hogy nézzétek meg a filmet, és utána sokkal vékonyabb madzaggal gyakoroljatok,
avval a vékonyságúval az biztosan jó, amivel a tehetetlenség kísérletét végeztem el. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy egy úgynevezett kémiai láncreakció alakul ki. Ha valaki megkérdezi, hogy miért is mutatom én ezt a kísérletet, de nagyon egyszerű oka van, mert ez a úgynevezett porrobbanásnak a barátságos változata. A porrobbanás akkor szokott létrejönni, amikor éghető anyag nagyon apró méretben van, el van oszlatva, közül mindegyiket körbeveszi az oxigén, és hogyha ilyenkor egy szikra begyújtja, akkor az bizony komoly károkat tud okozni. Porrobbanás jöhet létre malmokban, ott talán ott figyelték meg először, létrejöhet asztalos üzemekben, és újabban autógyárakban is, ugyanis most legújabban az autókat már nem acélból készítik, legalábbis a karosszériát, hanem alumíniumból. És az alumíniumnak a frissen reszelt reszeléke az ugyanilyen képességű, csak abban a különbséggel, hogy az alumíniumnak az égésője talán azt hiszem 1000-szer nagyobb, mint a kapcsos útifűjé. Éppen ezért aztán az alumínium porrobbanás az akár egy város részt is elvihet. Tehát akkor nézzük a kísérletet. Megvárom, amíg kellően meggyullad a gyufa. Igen, most ez így sokkal jobban sikerült közé fújni. Annyit érdemes tudni róla, hogyha majd megnézitek a videófelvételt, esetleg egy kockázzátok, akkor meg lehet látni, hogy először egészen kicsiny lángnyelv van, és utána lesz belőle egy gömbalak. Ez a gömbalak nem más mutat, mint a gázoknak a hőtágulását, hiszen ahogy az égés hatására nagy hőmérséklet keletkezik, ennek a nagy hőmérséklet követelőjében kitágul a levegő, és így alakul ki ez a tűzgömb. Azt érdemes még tudni erről az egészről, tehát azt mindenképpen figyelemre méltónak mondanám, hogy a kísérlettel vigyázni kell, mert hogyha valaki nem ügyes kellően, akkor akár a haját is fölgyújthatja, tehát nem véletlen tartom a fejem fölé. Hát ezt mindenképpen tudnám mondani. Azt akarom mondani, hogy a kapcsos útifűből egy évben a Földön 12 tonnányit szoktak gyártani, vagy szüretelni, és a legnagyobb felhasználója ennek a Rammstein nevű együttes, az ő ilyen tűzvarázsai, az ilyen kapcsos útifűvel csinálják, azért, mert nem túl nagy az égéshője, és nagyon könnyen szabályozható, tehát ők előre kitervelt módon nagyon ügyesen csinálják ezt. No, lassacskán el kéne búcsúzni, mert ugye eljött az idő, és azon gondolkodom, hogy melyik kísérletet szeressem itt a sok közül. Talán nézzük meg, hát ezt még belefér mindenképpen. Ez a kísérlet nem másról szól, mint a tűztornádóról, mint természeti jelenségről, és annak a bemutatásáról. Valóban letettem az óra végére mindig keverednek a dolgok. A legjobb emlékeim szerint én behoztam a tűztornádóhoz az égető berendezést, de ha nem, akkor egy pillanatra kirohanok oda. Még szerencse, hogy a szertáramban van még egy, de van valahol egy ugyanilyen. No, tehát akkor az lesz a kísérlet, már megvan, csak nem tud beszélni. Most már rájöttem, hogy öregkoromra olyan eszközök kellenek, amelyek tudnak beszélni. Tehát itt van egy éghető szerkentyű. Na, szóval hol van a gyufa? Itt van. Tehát meggyújtunk ebben a kis edénykében, petróleum van, és papírban van feláztatva, és ha meggyújtja az ember, akkor ez valamekkora láng a lég. Hogy mekkora lesz a láng, az többek között attól függ, hogy a forró levegő milyen sebességgel tud fölfelé haladni.
Ugyanis itt fölötte lényegesen hidegebb levegő van. Ennek a hidegebb levegőnek a sűrűsége nagyobb, mint az itt levő égés termékeknek a sűrűsége, és ennek eredményeként ezt a folyamatot nem más szabályozza, mint az a helycserének az igénye, hogy a forró és a hideg cseréje helyett a sűrűségük okán. Na most, ha valamilyen útnál fogva meg tudnánk azt csinálni, hogy a különböző sűrűségű levegőrészeket vagy gázrészeket külön tudnánk szelektálni, akkor nagyon egyszerű dolgunk lenne. Hát ez nem van bonyolult megcsinálni. Itt van egy ilyen hengeres szita, és ezt a hengeres szitát ide rátesszük. Egyelőre még túlzottan sok dolog nem történt, de a szitát megforgatom. Figyeljétek meg! A szitát megforgatom, akkor rövid időn belül lényegesen nagyobb lesz a lángnak a csóvája. Azt hiszem, hogy ez elég szépen látszik. Kialakul az úgynevezett tűztornádó, és akkor nézzük meg a tűztornádó kialakulásának az okát. Ugye az első lépés az, hogy még most ebben az részben, amikor nem forog az egész, akkor kialakul valamekkora rész. Most is egyébként, hogy itt van ez a cső, nézzétek meg, mennyivel hosszabb. Ha levesszük ezt a csövet, akkor kisebb lesz a láng. Ugye a kémény hatásról beszéltünk itt. A kémény hatást azáltal tudjuk felerősíteni, hogy a tűztornádónkat megforgatjuk, így, és a forgatás hatására a bent levő gázok elkezdenek forogni, és sűrűség szerint szétválnak. Kijebb kerülnek a sűrűbbek, és belül lesznek a kisebb sűrűségűek a forróbbak. Azt hiszem, gyönyörűen látszik a tűztornádónak a hatása, hogy hogyan növekszik. Ha másik irányba forgatjuk meg, pontosan ugyanez alakul ki. Azt hiszem, hogy ez is szépen látszik. A természetben is elő szokott fordulni tűztornádó. Kerepes tartsán valami műanyagraktár vagy műanyaggyár kezdett égni. Ott egy természetben önmagától kialakult egy 32 méter magas tűztornádó nyelv. Ezt egy magyar fotósnak sikerült lefotózni. Ha valaki a netre fölmegy és megkeresi a kerepes tartsai tűztornádót, ez azt hiszem eddig a világrekordok közé tartozik. Ott úgy alakul ki ez a forgás, amit itt mi mesterségesen alakítunk ki, hogy a különböző magasságban más irányban fújnak a szelek, és abból alakulhat ki egy ilyen csavaró hatás. Végül azt szeretném megmutatni, hogy hogyan kell eloltani egy ilyen tüzet. Egy éghető anyag van benne. Az éghető anyagban, hogyha meggondoljuk, petróleummal kísérletezünk, ha leöntenénk vízzel, kisebb sűrűségű a petróleum, tehát nem tudnánk betakarni vele. Éppen ezért, hogyha ezt vízzel akarnánk eloltani, még nagyobb kárt okoznánk, hiszen a forró körülmények között a víz elkezdene forrni, a gőzei szétvetnék az olajat, és nagy felületen találkozna a levegővel, és éppen ezért biztosan rosszabbul járnánk. Azt kell mondjam, hogy az égésnek, tehát hogyha így például a palacsintasütőbe, vagy a serpenyőbe, vagy valahol meggyullad a konyhában az olaj, vagy a zsír, akkor elmondom, mit kell csinálni. Az ember konstatálja, hogy megvan. Utána sarkon fordul, elmegy a szekrénybe, kiveszi a legdrágább nerc bundát, oda megy, és így fogja magát, és így ráteszi. Így. Ez a legolcsóbb megoldás, higgyék el. A nerc bunda egyébként a legkevésbé gyúlékony, mert a nylon bundák hamarabb meggyulladnak, ezt tudom tapasztalatból. Egyszer egy forgatáson ezt kipróbáltuk. Nem keletkezett belőle film, mert olyan botrányos volt, tehát maradjunk annyiban. És akkor rájöttem arra, hogy egy durranással kéne befejezni a kísérletet, éppen ezért akkor durrancsunk egyet. A durrantáshoz használni fogok egy poharat. Ehhez a pohárhoz hoztam egy ilyen ungarocell edényt, biztosan meg tudjuk majd magyarázni, hogy miért is kell ez ide. Valamint szükségünk lesz egy úgynevezett spinglócra. Hogy mi az a spinglóc, mindjárt meg fogjátok tudni. Azt fogom tenni, hogy ide jövök, hogy kamerát is jól láthassa. Ím itt van a spinglóc. Az üveges úgy csinálja,
az üvegkúta mellett, hogy az olvadt üveg, több mint 1100 fokos üveg, ez az olvadt üveget belecsöppenti egy vödör hideg vízbe. Ennek hatására nagyon speciálisan tud ez az üveg megfagyni. Úgy fagy meg, hogy a legkülső része az sokkal kisebb, mint amekkora a lassú hűtéskor lenne. Tehát, hogyha ezt lassan hűtenénk, akkor ez egy kicsit nagyobb lenne, vagyis azt is mondhatnánk, hogy a külső réteg össze akarja nyomni a belső réteget. És ez végig igaz, egészen erre a legkisebb végén található farkincára is. Ez az eszköz, ez egy időzített bomba. Ha ezt a végét itt, ezt a legkisebb végét az ember eltöri, akkor az egész fölrobban. Megmutatom, hogy hogyan. Itt mutassuk meg, vagy ott? Oké. Okay. Tehát akkor szerintem mindenki megfigyelheti, hogy itt van a spinglóc, szépen fogom, és eltöröm a végét. Azt hiszem mindenki láthatta, hogy a spinglócból nem maradt más, mutatom, mint egy maréknyi por, üvegpor. Látszik, ugye? Na jó, akkor ez maradhat is itt. Megfogjuk a kísérletet ismétel, van még egy spinglócom. Hát az a helyzet, hogy a spinglóc olyat produkált, amit nem szokott, hogy az üvegpoharat elrepesztette. Meg tudom mutatni, hogy itt elrepesztette az üvegpoharat. De üvegpohárból is van még egy. Így itt van az üvegpohár. Ebbe az üvegpohárba most öntünk egy kis üveget, vagy vizet, bocsánat, egy kis vizet, és ebben fogjuk ebben a vízben eltörni a spinglócot. Hogyne. És mivel, hogy én járatos vagyok ebben a kísérletben, itt mondom el azt a köszönetet, hogy a Parács-Hasvári üveghútában ezen a héten készítették ezeket a spinglócokat, ezúton is köszönöm nekik. Tehát itt a következő spinglóc, ezt úgy fogom eltörni, hogy ez a feje, ez beér a vízbe. És spinglócból is van több. Az első az tényleg jó volt, mert az megtette mindazt, amit kell. Hát úgy látszik ez. Az első volt az igazán erős, mindjárt megnézzük a következőt. Nem baj, van még egyébként. Hogy mondani szokták, van bőven. Tessék? Hát azt is lehet, de nem az lesz a gond, szerintem. Jó. Hát... Na, még egyet megpróbálunk, és ha nem, akkor így marad. Minden esetre emlékeztetlek benneteket, hogy az elsőnél az sikerült, amit a másodiknál vártunk. Azt szerettem volna mutatni, hogy a spinglóc, mikor fölrobban egy lökéshullámot indít, és ez a lökéshullám, hát ez most nem töri el. Minden esetre akkor itt maradunk, köszönöm a figyelmet, és holnap szerintem 4 óra körül már elérhető lesz ennek az előadásnak a felvétele. Köszönöm a figyelmet.